Vekerle Sándor, Kárpát-medencei gazdasági díj. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Magyar Nemzeti Bank Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági díj átadó rendezvényén, mely első alkalommal kerül megrendezésre. A kialakult pandémiás helyzetre tekintettel a rendezvény a korábbi tervekkel ellentétben online módon kerül megrendezésre, melyet a nagyközönség felvételről tekinthet meg. Nagy tisztelettel köszöntöm Matolcsy György elnök urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, valamint Szijjártó Péter miniszter urat, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterét. Tisztelettel köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket. A prominens múlttal rendelkező Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági díjat a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapította, amelynek gondozását a Magyar Nemzeti Bank 2019-ben vette át. A Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági díj az idei évben állami díjként került újra alapításra. A Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági díj két fokozata olyan kiemelkedő szakemberek és fiatal tehetségek számára adományozható, akik kimagasló munkájukkal hozzájárulnak a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez, valamint támogatják a fiatalok pénzügyi képzését, ezzel is hozzájárulva a hazai tudástőke növeléséhez. Felkérem Matolcsy György elnök urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét a rendezvény megnyitására és köszöntő beszéde megtartására. Igen, tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, elnök úr, díjazottak, de erről még lesz később szó. Nagyon nagy örömmel üdvözlök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Nemzeti Bank gondozhatja azt a csodálatos díjat és a teljesítményt mögötte, amely Vekerle Sándor életművéhez kapcsolódik, és amelyet útjára, szárnyára indította Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Radetzky Jenő elnök úrnak külön szeretném megköszönni azt az értékőrző és értékteremtő munkát, amely Vekerle Sándor életművét számunkra újra és újra, évente többször felvillantja. Egy díjátadóról van szó, mégis engedjék meg, hogy a díj nevét viselő háromszoros miniszterelnök, a Magyarország első polgári miniszterelnökének a karakterét, életútját, üzenetét felvillantsam. Vekerle Sándor egy egészen különleges egyéniség volt, és ezért is fantasztikus és csodálatos teljesítmény, hogy őrizzük az emlékét, hiszen az első polgári miniszterelnök három miniszterelnöki ciklusban korszakalkotó teljesítményt nyújtott. Vekerle Sándor már a szülői házban a konyhaasztalon megtanulta, hogy mi a szám, meg mi a pénz, hiszen egy grófi jószágigazgató volt édesapja, és valóban számoltak, osztottak, szoroztak. Jogászként pesti jogász végzettséggel azonban közgazdasági pénzügyi pályára ment. Volt pénzügyi államtitkár, és volt háromszoros miniszterelnök, és miniszterelnökként megtartva a pénzügyi tárcát, tovább vitte azokat a pénzügyi reformokat, amelyeket pénzügyminiszterként elkezdett. Magyarország Trianon előtti történelme elsüllyedt, gondolnám. De nagyon sok minden fölragyog, személyek, személyiségek, életművek. Vekerle Sándor az egyik ilyen, akinek az életműve velünk él, hiszen következetesen és nagyon hatékonyan és eredményesen képviselte a modernizációt, a nemzeti érdeket, képviselte, akkor természetes volt, a Kárpát-medence gazdasági egységét, képviselte az egész Kárpát-medence, például vasútfejlesztésen, iparosításán keresztüli újbóli összefűzését. Képviselte a pénzreformját, hiszen ő volt az, aki Magyarország pénzügyi rendszerét felkészítette az aranyalapra. Ő volt az, aki az adórendszert megreformálta, az adóigazgatást megreformálta,
Ma úgy mondanánk, hogy pénzügyi adatreformot hajtott végre. Ma is jó lenne ilyet végrehajtani, tanulhatunk Vekerle Sándortól. Így aztán azt gondolom, hogy nem véletlen, és nagyon jó, hogy emlékét, életművét számon tartjuk, életben tartjuk. Tisztelt miniszter úr, kedves díjazottak, mindjárt lehull a lepel, hogy a Magyar Nemzeti Bank két fős díjat elbíráló bizottsága kiket tartott érdemesnek az idei Vekeres Sándor díjakra. Ezen belül a Vekeres Sándor Kárpát-medencei nagydíjára, a gazdasági nagydíjára, illetve a junior díjra, amit 35 éven aluli, ha, milyen szerencsések egyesek, 35 éven aluli, tehetséges, már fiatalon nagyon sikeres, a pénzügyi tudatosságot terjesztő, sőt, tehetségeket toborzó és szervező, kiváló fiatal ember vehet majd át. De kezdjük talán azzal, hogy mit is jelent a Vekeres Sándor Kárpát-medencei gazdasági nagydíj. Hát, hogyha az idei díjazott nevét elmondom, akkor már tudjuk, hogy mit jelent. Szijjártó Péter, miniszter úr, a díjazott, nem véletlenül, hiszen a díj lényege, hogy olyan kiváló, nagyszerű teljesítményt nyújtó vezető kaphatja, aki egyszerre tesz sokat a Kárpát-medencéért, a visegrádi négyek együttműködésében a Kárpát-medence fejlesztéséért, azért, hogy a Kárpát-medence egy tudásrégió legyen. Hiszen a jövőnk, Vekerle a múltban ezt képviselte, az mégiscsak az, hogy az egész Kárpát-medencei gazdasági tér egy tudástőkére, egy egységes tudástőkére épüljön. Szijjártó miniszter úr, nagyon-nagyon eredményesen, hatékonyan és sikeresen építi azt az utat, amely a hazai tőke, a külföldi tőke, a hazai tudás és a külföldi tudás, hazai tehetségek bekapcsolása a Kárpát-medence felemelkedésébe. Nagyon fontosnak tartom, hogy Szijjártó miniszter úr azon belül, hogy a pénztőkét és a külföldi működőtőke legnagyobb fogásait Magyarországra hozza, a tudást, az oktatást és a pénzügyi tudatosságot, a pénzügyi ismeretterjesztést is felvállalta. E díj tehát teljesítményt díjaz, amely tehát egyszerre a Kárpát-medence emelkedése felé mutat, a V4-ek emelkedése felé mutat, és Eurázsia gazdasági térségének az integrációja felé mutat. Miniszter úr, legnagyobb örömmel és tisztelettel gratulálok. Engedjék meg azonban, hogy felidézzem a Vekerle Sándor Kárpát-medencei díjak természetét, tehát, hogy fiatal, miniszter úr elég fiatal, de mégis a 35 éven aluli fiatalok közül is megemlítsem, hogy sokan vannak olyanok, akik már most kiváló teljesítményt nyújtanak. A bírálóbizottság nem volt könnyű helyzetben, talán Szijjártó miniszter úr esetében igen, talán igen, de a junior díj esetében bizony nem voltunk könnyű helyzetben. Sok fiatal, okos, tehetséges, jó képességű és jó teljesítményt nyújtó jelöltünk volt. Mégis Farkas Dezső személyében egy olyan kitűnő ifjú tehetséget találtunk. Többen azt mondták, hogy feltörekvő tehetség. Igen, hát egy emerging, egy feltörekvő országnak feltörekvő fiatal tehetségei vannak, aki tehát nem csupán bejutott 3000 jelentkező közül a Babson College MBA programjára, 20 diák közé került, és láss csodát, egyetlen magyarként jutott be erre a kurzusra. Ráadásul
elég merészen, sőt, tám vakmerően megalapította a Jövőt Építők Generációja Egyesületet. A klímaváltozás idején jégnek nevezni az egyesületet, az egy helytálló dolog. Tehát a jég egyesületet, és sikeresen toborozza a tehetségeket, karolja fel őket, és viszi őket tovább. Tehát Szijjártó Péter miniszter úrnak a Magyar Nemzeti Bank teljes közössége nevében gratulálok a Vekeres Sándor Kárpát-medencei gazdasági nagydíj elnyeréséhez. Ugyanúgy tisztelettel gratulálok a Junior díj elnyeréséért Farkas Dezső kiváló ifjú titánunknak. Most pedig a díjátadó következik. Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági díj. Magyarország és a magyar gazdaság kiemelkedően sikeres időszaka volt a 19. század vége és a 20. század eleje. Ekkor élt első polgári származású magyar miniszterelnökünk, Vekerle Sándor. Az ő nevéhez fűződik a 19. század végi Magyarország államháztartási egyensúlyának helyreállítása és az áttérés az aranyvaluta rendszerre. Jelentős törvénykezési lépéseket tett a polgárosodás, az ipar, a kereskedelem és a közlekedés fejlesztés terén. Gazdasági intézkedéseivel a nemzet érdekeit és a nép jólétének emelését tűzte ki célul, melyre ma is követendő példaként tekinthetünk. Vekerle Sándor pénzügyi tehetségét Európa szerte elismerték. Magyarországon több közterület viseli a nevét, ezek közül kétségkívül a legismertebb a Vekerle telep. A Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági junior díjat kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó, a pénzügyi világ megértése és a tudás multidisciplináris alkalmazása iránt elkötelezett, 35. életévét be nem töltött vállalkozó szellemű fiatal szakemberek kapják. Vekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági nagydíjat adományozunk a gazdasági ismeretterjesztést, valamint a fiatalok pénzügyi tehetség gondozását aktívan támogató, a hazai tudástőke gyarapítását szívén viselő személy vagy szervezet részére. A díj Vekerle Sándor halálának 90. évfordulóján 2011-ben a Vekerle emlékévben Móron felállított köztéri szobor kicsinyített mása. Most pedig szeretném felkérni Matolcsy György elnök urat a díjak átadására. Kérem Szijjártó Péter miniszter urat és Farkas Dezső urat, hogy felvegyék a díjakat. Köszönöm szépen Matolcsy György elnök úr közreműködését a díjak átadásában. Szeretném felkérni ezúton Szijjártó Péter miniszter urat a beszéde megtartására. Tisztelt kormányzó úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Két okból kell azt mondanom, hogy rendkívüli büszkeséggel tölt el az a tény, hogy a Nemzeti Bank minden bizonnyal nagyon szigorú bírálóbizottságától vagy annak jó indulatából fakadóan átvehetem ezt a nagy díjat. Az első okom az örömre az, hogy számomra megtiszteltetés, hogy azt mondhatom, hogy egy olyan személytől veszem ezt át, akit a barátomnak nevezhetek. Nekünk 2010-re egy elég viharos időszakra nyúlik vissza a kapcsolatunk. 2010-ben Magyarország a tönk szélén állt, és ha nem lenne képzavar, akkor azt mondanám, hogy egy lépéssel már túl is volt mindezen. És 2010-ben egy olyan gazdaságpolitikai fordulatra volt szükség itt Magyarországon, amely lehetővé tette azt, hogy 10-11 év múlva, vagyis most elmondjuk, hogy a magyar gazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága az Európai Uniónak, holott 10-11 évvel ezelőtt még a szégyenpadon ültünk.
és hogy a gazdaság, a magyar gazdaság talpra állhatott, abban olyan bátor, unortodox, utólag pedig rendkívül sikeresnek minősülő intézkedések voltak szükségesek, amelyek kidolgozásában az akkori nemzetgazdasági miniszternek, Matolcsy Györgynek természetesen hatalmas szerepe volt, ezért megtiszteltetés, hogy ma, kedves kormányzó úr, személyesen tőled vehettem át ezt a díjat, mint hogy az is megtiszteltetés volt, ezt talán kevesebben tudják, hogy én dolgoztam Matolcsy György helyetteseként is egy ideig, amikor ő a keleti kapcsolatokért felelős kormánybiztos volt, én pedig a kormánybiztos helyettese lehettem, és abban az időszakban, megmondom őszintén, nagyon sok inspirációt gyűjtöttem keleti eurázsiai kapcsolatok építése terén, és ezeket mind a mai napig igyekszem kamatoztatni. És szeretném elmondani azt is, hogy a külgazdasági és külügyminisztérium és a Nemzeti Bank együttműködése nekünk kifejezetten komoly segítséget jelent abban, hogy külgazdasági és külpolitikai sikereket érhessünk el, és megtiszteltetés, hogy a magyar modernkori gazdaságtörténet legjobb jegybank elnöke vezeti akkor a Nemzeti Bankot, amikor én ezt az együttműködést magunk oldaláról irányítgathatom. A másik ok, amiért rendkívül hálás vagyok, hogy igazából azért kaptam ezt a díjat, amit szeretek csinálni, mert hogyha az ember egy 1000 éves, ráadásul keresztény államisággal rendelkező nemzetet képviselhet a világban, akkor az a minimális elvárás szerintem vele szemben, hogy szeresse és élvezze azt, amit csinál. Én magam ezzel így vagyok, és nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy lenne annál szebb vagy felemelőbb feladat, mint hogy a világban képviselhetem a magyar nemzetet. És persze most én állok itt, és személyesen a kormányzó úr nekem adta át ezt a nagy díjat, de mégis az igazság az, hogy igazából ez a díj nem személyesen nekem, hanem a kormány külpolitikai szemléletének jár. Annak a külpolitikai szemléletnek, amelyet most már 7 esztendeje szolgálhatok miniszterként. Nemzeti alapú külpolitika. Nemzeti alapú külpolitika, amely a nemzeti érdek érvényesítésére irányul, amely pragmatikus, hiszen gazdasági célokat tűz ki maga elé, amely barátokat kíván gyűjteni, ugyanakkor nem engedi azt, hogy egy 1000 éves nemzettel bárki csak úgy kénye kedvére szórakozhasson. És egy olyan külpolitikát képviselhetek itt, amely nem fél nevén nevezni a dolgokat, akkor sem fél nevén nevezni a dolgokat, hogyha éppen a Közép-Európa vagy a Kárpát-medence kifejezést kell használnia. És igazából ezek a területek a magyar külpolitika fókusz területei, földrajzilag. Ugyanakkor ma azt kell, vagy azt mondhatom, remélem, hogy nem túlzott elbizakodottsággal, hogy ezek a magyar külpolitika a legsikeresebb területe is. És talán vannak érveim arra, hogy ez nem egy politikai állásfoglalás csupán, hanem tényeken alapul. Ezeket az érveket pedig a legjobban úgy tudnám felsorakoztatni, hogyha számba veszek 4 kérdést, és megnézzük, hogy a válasz erre igen-e vagy nem. Jobb-e ma a kapcsolatunk a szomszédokkal itt Közép-Európában, mint az új külpolitikai szemlélet érvényre jutása előtt? Jobb-e a magyar közösségek helyzete a szomszédos országokban? Jobb-e Közép-Európa érdekérvényesítő képessége és versenyképesebb-e Közép-Európa? És erősebb-e a visegrádi együttműködés, mint voltak az új külpolitikai szemlélet térnyerése előtt? És én azt gondolom, hogy erre a 4 kérdésre a válasz egyértelmű igen. Szomszédainkkal a kapcsolatainkat folyamatosan javítjuk, és azt gondolom, hogy egy kivételtől, Ukrajna eltekintve, a többi szomszédunkkal az elmúlt 7 esztendőben egyértelműen javítani tudtuk a kapcsolatainkat. Vannak önmagukért beszélő sikertörténetek, és vannak előrelépések, fejlődések, amelyeknél talán a saját ízlésünknél fogva gyorsabban haladnánk, de mégiscsak jobb a helyzet, mint volt korábban. A magyar közösségek is tekintetében is azt tudom önöknek elmondani, hogy az új külpolitikai szemlélet szerint, persze mi új 7 év után, de mondjuk történelmi távlatból szemlélve még talán lehet ezt mondani, nem Budapestről kell megmondani a határon túlélő magyar közösségeknek, hogy mi a jó nekik, hanem meg kell őket kérdezni.
és aztán amit mondanak, hogy mit várnak el tőlünk, azt végre kell hajtani. Így volt ez a gazdaság fejlesztési programokkal is. És ami pedig Közép-Európa erejét mutatja, én, aki a beruházások ösztönzésért vagyok felelős, nagyon-nagyon ritkán találkozom olyan alkalommal, hogy amikor egy-egy beruházásért versenyzünk, akkor a beruházási helyszínek shortlistjén ne a többi közép-európai ország egy-egy vagy több helyszíne szerepelne. És ami pedig a szomszédos országokat illeti, a jegybank egyik épületében vagyunk, tehát nem ördögtől való számokat mondani, hála Istennek. Tavalyi esztendőben a szomszédainkkal összesen 40 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le, ami duplája, több mint, bocsánat, ami 56, nem duplája, de 56%-os növekedés a 10 évvel ezelőtti adathoz képest, és amit a szomszédos országokkal kereskedünk, az 8-szorosa annak, amit az Amerikai Egyesült Államokkal lebonyolítunk kereskedelmi forgalmat. Az összes szomszédos országunk a 25 legfontosabb kereskedelmi partnerünk közé tartozik, és az 5 legfontosabb kereskedelmi partnerünkből 3, Szlovákia, Románia és Ausztria szomszédos ország. És ma már ott tartunk, hogy a teljes kereskedelmi forgalmunk 1/5-ét a szomszédos országokkal bonyolítjuk, és a szomszédos országok irányába kifektetett magyar tőke mértéke 10 év alatt szintén másfélszeresére növekedett. És ma a visegrádi csoport Európa, az Európai Unió legerősebb és legszorosabb, és ami ennél is fontosabb, legeredményesebb szövetsége. És ezt azért merem mondani, mert egy a jövőnk szempontjából rendkívül fontos kérdésben értük el eddig a legnagyobb sikert, hogyha a visegrádi országok nem lennének erősek, nem tudtunk volna összefogni, nem bíznánk egymásban, akkor ma Közép-Európában sok 10 vagy 100 000 illegális bevándorló élne, ugyanis ha nem lennénk erősek, sikeresek és szövetségesei egymásnak, nem tudtuk volna meggátolni a kötelező letelepítési kvóták bevezetését az Európai Unióban. És hogyha egy ország lennénk, ami persze nem vagyunk, akkor a G20 tagjai is lehetnénk, hiszen a világ 20 legnagyobb gazdasága közé tartozik az összgazdasági teljesítményünk. Tisztelt kormányzó úr, kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy még egyszer, hiszen 100 szónak is egy a vége, vagy egynek is 100, ki tudja. Szeretném ismételten megköszönni ezt a nagy díjat. Jól esik az elismerés, meg kell mondjam őszintén. Ugyanakkor nem csak a múltbeli teljesítmény önök általi elismeréseként, hanem az önök által velem szemben jövőre támasztott elvárásként is tekintek rá, és azt tudom ígérni önöknek, hogy hasonlóan az eddigiekhez a Kárpát-medence gazdaságfejlesztése, Közép-Európa erősítése, a visegrádi csoport további erősítése ezentúl is a magyar külgazdaság és külpolitika fókuszában lesz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, kormányzó úr, még egyszer köszönöm ezt a megtisztelő elismerést. Köszönjük szépen, miniszter úr! A díjazottaknak pedig szívből gratulálunk az elismeréshez. A díjátadó formális része ezennel véget ért, a rendezvényt hamarosan a Nagy Pénzkönyv című könyvről szóló kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük Matolcsi György elnök úrnak és Szijjártó Péter miniszter úrnak a részvételt. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, rendezvényünket a Nagy Pénzkönyv című könyvről szóló kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk. Ezúton szeretném bemutatni panelbeszélgetésünk résztvevőit. Elsőként Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét. Fábián Gergelyt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját. Kolozsi Pál Pétert, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját, a Nagy Pénzkönyv szakmai lektorát. Valamint Tóth Csabát, a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológus numizmatikusát, a Nagy Pénzkönyv szerzőjét és szerkesztőjét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. MNB-s feladataim egyike, hogy a pénzmúzeum elkészüljön és fényében ragyogjon. Úgyhogy ezért körülnök, hogy egy ilyen szép társaság gyűlt össze. Azt mondom, tökéletesen lefedi, hogy miről fog szólni a pénzmúzeum. Egyrészt itt van Eszter, a pénzügyi tudatosság képviselőjeként, másrészt itt van Csaba, a könyvnek a
a szerkesztője és egyik fő szerzője, aki mint numizmatikus képviselteti magát, a numizmatikát, illetve itt van Pál, aki pedig a Magyar Nemzeti Bank tudása, ami nagyon nagy szerepet játszol, ami nagyon nagy súlya kerül bele a pénzmúzeumba, azt képviseli, illetve hát a könyvnek a szakmai rektora. Én rögtön kezdeném is Csabával a kérdést, hogy itt ez a könyv, egy nagyon gyönyörű könyv egyébként, azt gondolom nekem, én a születésétől kezdve láttam a könyvet, illetve a lektorálási kommentekig, hogy egy tulajdonképpen a kiváló narratív, vagy kiváló vonalvezetője annak, ami a pénzmúzeumban van, kezdve a pénztörténelemtől kezdve, és ugye végigmenve egészen a modern pénzig, és hát egy kicsit irigykedek is rá, hiszen a Nemzeti Múzeum főnumizmatikusa vagy, és ugye a Nemzeti Múzeum az, amelyiknek a legnagyobb érmek kincse van, Magyar Nemzeti Bank itt egyelőre még csak a második. Mesélj egy kicsit a könyvről. Hát ennek a könyvnek az ötlete nagyjából egy 2 évvel ezelőtt merült föl, bő másfél évvel ezelőtt, amikor már elkezdődtek a munkálatai a pénzmúzeumnak, a régi postapalotak felújítása is folyt, de már előre gondolkodott a stáb, hogy egy könyvet is kéne ehhez passzintani, hogy mire megnyílik a múzeum, addigra legyen egy olyan könyv, ami összefoglalja ugyanazt a narratívát, amit majd a kiállítást. És ugye tudni kell a kiállításról, ami majd március 15-én nyílik meg jövő évben, hogy nem egy hagyományos pénztörténeti múzeum, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen csak pénzek vannak kirakva, hogy már az ókori görögök is elkezdtek pénzt venni, aztán a rómaiak, aztán a középkor, és eljutunk a bankokig, hanem egy teljesen más megközelítést alkalmaz, és pedig azt, hogy a pénznek milyen funkciói vannak, és ezekre a csomópontokra épül maga a kiállítás. És a könyv nem teljes mértékben követi ezt, egy kicsit más irányból közelíti meg, de minden esetre pont az a lényeg benne, hogy a pénzt nem mint tárgyat akarja megragadni, hanem ennek a társadalmi vonatkozásait, a hátterét. Tehát az egyik szerző, aki a könyv zömét írta, Kapdebó Ferenc, aki egy közgazdás is, tanárember is, tehát hogy nagyon jól tudja előadni azt a tudást, amit sok embernek nem a sajátja, mert ugye ezt mélységeibe ismerni kell a pénzt, és utána kell valami hozzá, hogy el is tudja mondani, és közérthetően adja tovább. És ennek a könyvnek ugye az egyik fontos célkitűzése volt, hogy közérthetően fogalmazzon meg olyan információkat, amiket nagyon nehéz megérteni, mert hiszen egy középkori pénzről könnyű beszélni, amit én is tettem, viszont fogalmakat megmagyarázni közérthetően már sokkal nehezebb. És Kapdebó Ferencnek ez nagyon jól sikerült, tehát rögtön az elején a pénznek a definíciói, hogy lehet megközelíteni, mi egyáltalán a pénz, mert sokkal több, mint amit tudunk róla és sejtünk, tehát egy mindennapi ember a kezébe vesz egy bankjegyet, vagy egy fémpénzt, akkor teljesen máshogy viszonyul. Tehát ennek a felépítése azért nyilvánvalóan egy kicsit kronológikus is, 8 fejezetre oszlik egyébként a teljes kötet. Az elején a bevezetésben a pénznek, mint fogalomnak a megmagyarázása olvasható. Aztán majd eljutunk a pénz előtti pénzekhez, hiszen még a webpénzek, illetve a bankjegyek előtt is volt pénz, tehát különböző protopénzek, terménypénzek, mint ahogy a dohány, a só, a kövek, kauri csigák. Tehát ezekről is szó van, hogy ezeket hogy használták. Aztán a pénzhasználat az ókorba, természetesen azt se lehetett kihagyni, hiszen megjelenik a vertpénz első változatai, eljutunk szinte a középkorig, akkor egy kis kitérő Kínába, hogy Kínába hogy alakult ugyanez a pénzrendszer, nagyjából egyébként ugyanúgy, ahogy a Európában kialakulnak a pénzek, körülbelül úgy, ugyanabban az időben, sőt, ők még meghaladnak bennünket, megelőznek abba, hogy egy sokkal korábban használnak papírpénzt, mint Európában, tehát jó pár száz évvel, nagyjából 600 évvel korábban eljutnak a papírpénzig. Aztán jön az én részem, ami tényleg inkább leíró numizmatika, a középkortól a 18. századig Magyarország pénzverése, ami számomra egy egyszerűbb dolog volt, mert nem fogalomról kell beszélni, hanem kézzelfogható, gyönyörű, szép arany és ezüst pénzekről. Aztán utána újra jön az úton a modern pénz felé, ami már a bankok világát jeleníti meg, hogy a legkorábbi pénzváltó asztaloktól, tehát a bankoktól, hogy jutunk el a váltókon át a bankjegyekig, és mindegyiknél vannak ilyen kis színes történetek, például a Fuggerek története, a Mediciek, tehát amikről úgy általában hall az ember, de hogy ebbe a vonatkozásba, tehát a bankolásba, illetve a pénzforgalomba már kevésbé szokott hallani róla az ember, és ott jön utána a pénz a modern gazdaságban, amit 4 MNB-s szerző írt, Csávás Csaba, Horváth Gábor, Kolozsi Pál, illetve Nagy Olivér,
ami számomra a legizgalmasabb, meg kell mondjam, végigrágtam rajta magam én is, pedig ugye ez inkább közgazdaságtan, tehát ez már a mostani jegybanknak a feladatkörét vázolja föl, illetve hogy működik a pénz egy modern gazdaságban, tehát például hogy zajlik a pénzteremtés, akkor milyen eszközei vannak a Nemzeti Banknak, mint a jegybanknak, és milyen feladatai vannak, jobban mondva, milyen feladatai vannak, és milyen eszközökkel tudja ezeket megvalósítani. Tehát ez egy olyan gyönyörű, kompakt leírása ennek a jegybanki feladatkörnek, illetve működésnek, ami ha jól tudom, még nem is jelent meg sehol ilyen formában, és ráadásul ugye közérthető módon, tehát bárki által emészthetően. És akkor újra Kapdabó Ferinek az utolsó fejezete, a jelen és a jövő között, ami pedig a mostanában elterjedt különböző kriptovalutákat, bitcoinokat, digitális pénzeket mutatja be, illetve ezek között segít eligazodni, illetve ami már egy régi történet, de mostanában egyre többet előjön a digitális jegybankpénznek a kérdésköre, és ez mire jó, és hogy lesz-e ennek egyszer egy bevezetése a közeljövőbe. És mindehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy maga a könyv, hát a címe az, hogy a nagy pénzkönyv, albumszerű, kifejezetten súlyt helyeztünk arra a szerkesztők is, a grafikus is, meg a szerzők is, hogy minél több illusztráció legyen benne, tehát nem csak tudományosan megalapozott és közérthető információkat rejt magába a könyv, hanem egy igazán színes, olvasmányos jellegű, tényleg egy díszalbum. Már említetted, akkor át is adnám a szót Pálnak, hogy meséljen egy kicsit, hiszen tényleg az utolsó két fejezet volt az, ami ahol a jegybank a legaktívabb volt, és hát ugye magát a modern pénzt azt is írtátok a kollégákkal, és tényleg itt a kihívás, hogy közérthetően elmagyarázni, ami egyébként a pénzkönyvet tényleg átlengi, hogy én azt gondolom, hogy ez az a 200 oldal, ez az a minimum, amin el lehet magyarázni érthetően a pénztörténelmét, a pénznek az evolúcióját, ami egy rendkívül izgalmas dolog. Ebbe talán a modern pénztörténet az egyik legnehezebb fejezet, ami még most is közgazdászok közötti vita élénk tárgya, hogy mesélj erről egy kicsit. Köszönöm szót. Valóban részett, én képviseltem a Nemzeti Banknak a tudását, azt mondta Gergő, és itt tényleg több kollégát is képviselek, nem csak azokat, akiknek a neve rajta van a könyvnek ezen a fejezetén, hanem meg számos más kolléga is részt vett benne, mert nagyon sokat foglalkozunk ebben a kérdésen, nyilván, ha pénz a Nemzeti Banknak az alapműködéséhez tartozik. Én avval kezdeném ezt a kis gondolatmenetet, hogy miért érdemes most, miért volt jó, hogy miért jó, hogy a könyv most született meg. Most nyilván attól függetlenül, hogy van egy konkrét esemény, akár itt a pénzmúzeumnak az elindulása, vagy közgazdás szemmel miért gondolom, hogy ez jó, hogy az könyv most megszületett, és miért jó, hogy ilyen formában született meg. Azt gondolom, hogy azért jó, hogy most született meg, mert most nagyon változik a pénzvilág. Tehát most kiemelten fontos az, hogy értsük, hogy mi az, hogy pénz. Ez egy furcsa dolog, amit mondok, mert legtriviálisabb dolognak gondoljuk, hogy mi az, hogy pénz, mert benyúlok a zsebembe, és kiveszek egy darab pénzt. De a pénzen is sokkal bonyolultabb igazából, és hogyha valóban meg akarjuk érteni, hogy mi zajlik most, ebben a pénzi átalakulási világban, mi az, ami veszélyes, mi az, ami kockázat, mi az, ami lehetőség, mi az, aminek van pozitív kifutása, mi az, amire figyelni kell, akkor tudni kell, hogy mi az, hogy pénz, mire kell odafigyelni. A modern pénznek a leírása az egy valami nagyon közgazdasági leírás, de azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ebbe a könyvben így jelent meg, és nem egy külön tanulmányként, mert nyilván mindegyik rész megállja a hét külön is. Azt nem tudom, hogy melyik fejezetet volt a nehezebb megírni, mert gondolom nekünk ezt könnyebb volt, mint hogyha a numizmatikáról írtunk volna, és vice versa. De visszatérve arra, hogy miért gondolom azt, hogy jó, hogy ebben a könyvben jelent meg ez a modern pénzről szól a fejezet, ami igazából arról szól, hogy hogyan működik valójában a pénzügyi rendszer a mostani közgazdasági vagy pénzügyi tudás szerint, ami nem volt olyan teljesen triviális még pár évtized ezelőtt mindenki számára. Szóval azért gondolom, hogy jó, mert az, hogy mi a pénz, az nagyon nehéz megmondani, azon túl, hogy kiveszem a zsebemből, amit az előbb említettem, egy pénzdarabot, hiszen a pénz az nem egy olyan valami, amit nagyon egyszerű definiálni. Itt van egy definíció a könyvben, meg kell definiálni, hisz meg kell körülni a fogalmakat, de a pénz az nem úgy született meg, hogy akkor hétfőn még nem volt pénz, kedden kitaláltak, és szerdán meg már volt pénz. Tehát nyilván ez egy ilyen nagyon szerves társadalmi evolúciónak a termék, hogy most van pénz. És az milyen formában történik meg. Tehát nem volt a világtörténetben az, hogy egy olyan pillanat, hogy definiálták a pénzt, és megalkották a pénzt. Hanem az egy olyan társadalmi konvenció, vagy intézmény, a pénz, amit legjobban nem definíciókon keresztül lehet megismerni, hanem a történelmén keresztül. Hogyan működött az, amit mi most pénznek tekintünk? Hogyan működött
3000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt, a múlt évszázadban, és hogyan működik most. És hogy ha nem nézzük végig a pénz történetét az utóbbi x ezer évben, akkor nem fogjuk megérteni, hogyan működik a pénz, mert amit most definícióként mondunk, az nem más, mint azoknak a történelemben megjelent tulajdonságoknak az ilyen, hogy mondjam, quintessenciája, vagy leképeződése, amit mi pénznek gondolunk. Tehát visszatérve a kérdésedre, vagy abból kicsit kiindulva, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a könyv megjelent. Most azért fontos, mert most a pénzt nagyon kell érteni ahhoz, hogy tudjunk a mostani kihívásokra, meg ezek a trendekre reagálni, amik a világban zajlanak. És azért, hogy ebben a formában jelent meg, mert a pénzt nem lehet megérteni anélkül, hogy értenénk, hogy mi volt a pénznek a múltja. És csak így lehet megérteni, hogy mi a jelene, és még azt is, hogy mi lesz a jövője. Azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a másik érdeme, és ezt már feszegettük a történelmen kívül, és említetted, Pál, te is, meg Csaba, az a pénzügyi tudatosság. Tehát megnézzük ezt a pénzkönyvet, megjelenik már benne a pénzügyi tudatosság. A pénzmúzeumnak egy nagyon fontos szerepe lesz a pénzügyi tudatosságban. Nyilván egy könyv sokat segít a megértéshez, de ezek után jön a maga a múzeum, ahol számtalan játék lesz, számtalan interakció lesz, rengeteg installáció lesz, és tényleg mindenhol megjelenik a játékosság, és a nap végén nem csak az, hogy értsük a numizmatikát, értsük a pénztörténelmét, de a pénzügyileg is tudatosabbak legyünk, tudatosabb döntéseket tudjunk hozni. És ugye ebben a misszióban a pénzmúzeum karöltve fog együtt lenni a pénziránytű alapítvánnyal, és ez, most Eszterhez is fordulnák, hogy te, mint pénzügyi tudatosságnak a gyakorlatilag a nagyasszonya itt az elmúlt években, hogy látod ezt a könyvet, és hogy látod a további szerepét majd a pénzmúzeumnak könyven túl, és magában a könyvben is. Köszönöm szépen. Én egy kicsit szeretném folytatni a Pali által említetteket. Ugye Csaba bemutatta úgy nagyon dióhéjban a 8 fejezetet. Pali elmondta, hogy miért jó az, hogy most jelenik meg ez a nagy pénzkönyv, és teljesen egyetértek veled. Én egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mi kiknek fogjuk ajánlani ezt a pénzkönyvet, hogy kiket érdekelhet ez igazából, és most ezt mondom arra alapozva, hogy az alapítványnak 2008 óta azért egy stabil általános iskolai, középiskolai bázisa van, illetve egy stabil tanár továbbképzési rendszerünk. Én ezt a könyvet pontosan a közérthetőség miatt, amit Csaba mondott, ezt a középiskolásoknak mindenképpen javaslom, illetve az alapítványunk javasolni is fogja. Számos olyan rész van benne, amiről tudjuk, hogy nagyon érdekli a fiatalokat, például a digitális pénz, vagy a kriptovaluta, de a régi pénzek is érdeklik őket. És nem csak a diákoknak, hanem az őket tanító tanároknak is fogjuk ajánlani a pénzkönyvet, mert bizony részükről is sokszor kapunk visszajelzést, hogy őket is érdekli ez a téma, hát nem hiába vesznek részt ennyien az iskola hálózatunkban. És ehhez azért azt tudni kell, hogy a Nemzeti Alaptanterben most horizontálisan van meghatározva a pénzügyi ismereteknek a tanítása. Ez azt is jelenti, hogy pénzügyi ismereteket tanítanak osztályfőnökök, történelemtanárok, földrajztanárok, környezetismertanárok, tehát olyanok is, akik ugye nem kaptak ilyen jellegű képzést, amikor elvégezték az egyetemet vagy főiskolát, és nekik is fogjuk ajánlani ezt a pénzkönyvet, mert én meg vagyok rá győződve, hogy ez érdekelni fogja őket, és tovább is fogják ajánlani más kollégáknak. Egyébként valóban, ha tudunk, múltkor voltam egy panelbeszélgetésre, és hogy mennyire fejlődik a pénz, és milyen evolúciója van, ehhez kapcsolódóan volt szó az NFT-kről, amik gyakorlatilag egy digitális eszközök, és arról úgy beszéltek, hogy áprilisról, idén áprilisról, mintha már valami évtizedes történelem lenne, mert már annyira régnek tűnt az időszak, és tényleg annyira gyorsan hirtelen bejött a köztudatba, hirtelen felkapott lett, és elképesztő evolúciója volt. Szóval ez mindenképpen egy nagyon jó dolog ebbe, hogy jól meg van írva, és foglalkozik a pénz jövőjével is, ahogy egyébként a múzeumban is kiemelt szerepet szánunk abban.
és tényleg ott vagyunk, hogy ma már nem csak pénzügyi tudatosságról beszélünk, hanem egyfajta technológiai tudatosságról is, hiszen a kettő összefügg és kell, és egyébként remélem, hogy minél több fiatalnak ez érdekes lesz, ha már így zárszóként Eszter mondta, hogy kinek ajánlanál könyvet. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben a digitális világban is ennek a könyvnek nagyon sok családnál helye lesz a könyves polcon. Pál, te kinek ajánlanád? Én gondolkoztam ezzel, amikor azt mondhat, hogy a születésétől fogva figyeld a könyvet, én azt hiszem majdnem, hogy a fogantatásától fogva figyelem így a könyvet, hogy még egy visszább lépjek, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy és amikor látom, hogy mi lett ebből a könyvből, és egy gyönyörű könyv lett belőle, tényleg minden elfogultság nélkül, nyilván elfogultnak tűnök, ugye, külső szemlélő számára, de mégis azt gondolom, hogy ezt, ha mindenki megnézi meg magát, és akkor is elfogultság nélkül ugyanezt fogja mondani, mint én. Azt mondom, hogy olyan könyv született, ami nagyon széles körben ajánlható. És most itt elhangzottak a középiskolások, és én is meg fogom mutatni a saját gyermekemnek, aki még kis középiskolás, de biztos benne, hogy lesz egy dolog, ami érdekli belőle. De ezen kívül vannak benne olyan részek, amik magas szinten levő, vagy ebben professzionálisan foglalkozók számára is ajánlhatók. Most csak, hogyha már itt kiemeltük ezt a modern pénzügyi részről szóló fejezetet, azt gondolom, hogy az egy olyan összegzése annak, amit ma a közgazdászok gondolnak a pénzügyi rendszer működéséről, ami ilyen kompakt formában, most nem akarok senkit megsérteni, de nagyon kevés helyen van akkor így összegezve. Én azt gondolom, hogy ha valaki ezt elolvassa, akkor nagyon mély tudása lesz arról, bármennyire rövid is a fejezet, és bármennyire színes a fejezet, egy nagyon mély tudása lesz arról, hogy hogyan működik a pénzügyi rendszer. Ahhoz képest főleg, ahogy még, hát mondjuk talán a közösségi gondolkodásban kicsit, annak a változását nem annyira magukévá tevő közgazdászok is gondolták, még nem is oly rég. Tehát, hogy a közgazdaszakmának egy nagy ilyen problémája volt, akár mondjuk ennek az előző évtizednek az elején, vagy 2008 előtti időszakban, hogy a pénzügyi rendszert azt nem megfelelő módon kezelte a közgazdász szakma. Tehát például nem foglalkozott a bankokkal, a pénz, azt gondolta, hogy az csak átfolyik rajtuk a pénz, miközben a pénzügyi rendszer nem így működik. Mi ezt tudjuk, mert egy bankban ebben foglalkozunk és figyeljük a bankokat, de mégis az nagyon sok olyan tankönyvet lehet még mindig találni, ami ennek az alapvető működéséről a pénzügyi rendszernek nem helyes vagy nem megfelelő képet nyújt. És ez a könyv, bármennyire is színes mondom, egy nagyon mély tudást ad ezzel kapcsolatban. Szóval kinek ajánlom, egy kicsit hosszas lett a válasz. Azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy ilyen fontos dologról, ilyen közérthetően, ilyen igaz dolgokat író könyv jelenik meg. Ezért mindenkinek tudom ajánlani, aki szeretné megérteni azt, hogy mi történik ma körülötte a pénzügyi világban. És ez legyen középiskolás, egyetemista, vagy akár idősebb, vagy szakmabeli, vagy nem szakmabeli. Nagyon ritka ilyen könyv, ami mindenkinek tud valamit mondani. És gondolom, és biztos vagyok benne, hogy a pénzmúzeum is ilyen lesz. Tehát ilyen széles körnek ajánlanám. Csaba, te kinek ajánlanád? Hát én is ezt tudom elmondani róla. Ösztönződ is van, hogy mert jelentek már meg hasonló könyvek az utóbbi évtizedben, 15 évben, tehát amik színesek, pénztörténet, de itt tényleg, amit én is említettem, hogy pont ez a fejezet, ami egyébként a 7. fejezet, illetve az utolsó, a 8., ami a pénzjövőjéről szól, amikről nem nagyon lehet olvasni sehol. És ez meg tényleg egy olyan kompakt, közérthető összefoglalása a mostani működő pénzrendszereknek, illetve az elvárható jövőbelinek, vagy amit most feltételezünk, hogy milyen lesz néhány évvel vagy évtized múlva a pénzrendszer, annak egy hihetetlen jó összefoglalása. Köszönöm szépen. A nagy pénzkönyvnek a bemutatóján hallottátok ezt a kerekasztal beszélgetést. Azt gondolom, a nagy pénzkönyv így összefoglalva nekem azért le egy újabb ok, amiért érdemes majd a pénzmúzeumba elmenni, hiszen ott a múzeum shopban majd kapható lesz ez a könyv, és kicsit haza lehet vinni azt, ami a pénzmúzeumban van. Az egyik része a numizmatika, egy nagyon szép numizmatikai kincsnek a meglátogatása. A másik része a pénzügyi tudatosság, mindezeket játékos, interaktív formában, ahol lehet játékosan, illetve hát, amit most Pál képviselt az MNB, meg egy kicsit talán is az MNB tudását, ami megjelenik majd a múzeumban, szintén látványosan interaktívan. Nyitás 2022. március 15-én. Sok szeretettel várunk mindenkit, és reméljük minél többen forgatjátok, és minél több családnál lesz a nagy pénzkönyv. Köszönöm szépen!